Melyik, melyik előadásodat néznéd meg legszívesebben nézőként? A jó embereket azt megnézném. Az egyébként érdekes kérdés, mert most éppen megnéztem Londonban a Nem félünk a farkastól, az Imad Stantonnal. Csodálatos előadás, eléggé más, mint a miénk, de nagyon érdekes, nagyon tanulságos, és nagyon izgalmas volt. Melyik hollywoodi rendező filmjében szerepelnél szívesen? Inarritu. De a Scorsese felkéréssel meditálnék sokat. Okay. De ha Woody Allen, tehát nyitott vagyok, ezt tudom mondani. Mit szoktál csinálni előadás előtt? Van valamilyen rutinod, babonád? Nincs. Az biztos, hogy minden előadáson a bal cipőmet és a bal harisnyámat húzom föl először. Ez mindig így van. De nincs babonám. De hát amennyiben az... Jó, akkor ez babona. Akkor ez a babonám. Ki lehet lépni egy ragyogó színházi előadásból a tapsot követően? Ez közös kérdés. Hát ha nagyon ilyen művészi választ szeretnék adni, akkor azt mondom, hogy nem lehet kilépni. Még jócskán az ember magában hordja a tragédiát, de nem, velem nem így van. Én előtte sokkal inkább feszengek, és feszülök, és izgulok reggeltől kezdve, amíg el nem kezdődik. Amikor befejeződik egy előadás, akkor inkább leesik a vállamról a teher, és megkönnyebbülök. Most az első 3-4 másodperc az persze nem számít, hiszen mondjuk, amikor nem félünk a farkas végén, ott, amíg sírni kell jócskán, akkor nyilván az ember nem az első 3 másodpercben tér magához, de hamarosan azért az ember magához tér. Tehát azért ez nem igaz, hogy akkor úgy benne maradunk, és akkor még tulajdonképpen még hazafelé is sírdogálok, nem. Én nem. Én sem sírdogálok hazafelé. Nyilván kettő között van az igazság, mert ez azt a kérdést feszegeti, hogy ki vagy te akkor, amikor befejezed, amikor benne vagy az előadásban, mennyire vagy te. Olyan előadás végén, amelynek a fiziológiája így is úgy is végigfut rajtad, akkor nyilván abszurd lenne az ésőmű után, vagy ezután egyszer csak azt mondani, hogy hepp. Igen. Hát nem mondasz heppet. Uh-huh. És szerintem ennek van egy egészséges és intelligens íve, hogy az ember magához tér, anélkül persze, hogy ezt szerkezgetni. De sem a Juli, sem én azt gondolom, nem az az alkat, aki aztán a közértben még hordozza magával. Igen. A szerepet. Nem kísérletezik a hentesnél azzal, hogy ő harmadik riát. 30 ütek a pár is. De úgy már játszom, amikor Fekete Pétert játszottam, akkor a harmadik riádot próbáltam Miskolcon, és eléggé benne voltam a harmadik riádban. Természetesen senki nem vette észre, de bejöttem véletlenül, az első 2 lépést harmadik riádból tettem meg, mert ez szégyellem, mert ez egy dekoncentráció, de mivel a 145. előadás volt a Fekete Péterben, nem elégészettem össze magam rá. Igazán nem fogta föl senki, de azért úgy vicces lehetett idején. Hogyha vezethetnél egy saját tévéműsort, mi lenne a témája? Hú, az jó. Kérdés. Ez nagyon jó kérdés. Hát, az eddigiek is jók voltak. Hát mindenképpen nőkkel foglalkoznék. A nők helyzete, a nők állapota, szülés előtt, szülés után visszahelyezkedni az életbe, visszahelyezkedni a szexualitásba, visszahelyezkedni a munkába, az addigi kapcsolatainkat hogy kell megtartani. Tehát mindenképpen de nem hogy vezetünk háztartást, vagy miért, nem, hanem inkább a lelki és a fizikai megmérettetése ez lenne a... Ez érdekes, mert ez nekem borzasztó sok gondot és fejtörést és gyakorlást okozott. Úgyhogy nekem ez egy érdekes dolog. Meg amúgy is a nőknek nagyon rossz a helyzete itt ebben az országban is. Oké, okay. Bocsánat, nehogy egy ne szót se szólt. Oké, jó. Okay. Meg se jó, csak mondom. Tehát munka szempontjából is, amikor elmúlunk 40 évesek, amikor elmúlunk 50 évesek, arról már ne is beszéljük, és hogy mennyi ereje van egy nőnek, az arról csinálnék műsort.
Hova utaznál a legszívesebben, ha a világ bármelyik országát választhatnád? Hú, nagyon nehéz, mert nagyon szeretném bejárni a föld minden szegletét. Ha így elsőre kell válaszolnom, akkor egyet gondolom, akkor valamitől Buenos Airesbe szeretnék. Ez nekem egy semmi, nem kötődik hozzá irodalmi mű, Coppola egy filmét nek a helyszíneként bejárhattam legalább így moziban, és nem is turista szeretnék lenni, hanem ott szeretnék ülni valami kocsmában, és nézni a valódi tangózókat, és közben kicsit pozőr módon ott irogatni. Tényleg olyan jól vagytok, ahogy kinéztek? Ez egy közös kérdés. Honnan tudtad? Hát a többes számban olyan okosság. Egyszerűen nyelvtanilag raktam össze. Őrület. Így kezd, mind a ketten ennyi volt, hallod ezt? Ezt csináltad te is, segélyt. Okay. Igen, mi ennyire jó vagyunk, ha mondjuk együtt akkor. Igen, jaj. Mi te abban. Igen, mi ennyire jó vagyunk. Vegyük komolyabban ezt. Jó, nem, tényleg. Ezek szerint fölmerül, hogy mi nagyon jó vagyunk. Ez jó érzés, az ember ritkán érzi. Én azt viszont kimenek jelenteni, hogy én arra nevelem magam, hogy amikor jól vagyok, azt észrevegyem. Igen. Én egyébként most nagyon jól vagyok. Uh-huh. Én most nagyon jól vagyok, és most eljösszüli akkor, hogyha én is nagyon jól vagyok, és amikor az ember csak egy kicsit körülnéz, akkor tulajdonképpen süljön le a bőr a pofájáról, hogyha egyáltalán egy ilyen helyzet van, amit most mi csinálunk, hogyha nem vagyunk jól. Úgyhogy igen, jól vagyunk. Szerinted melyik filmsztár néz ki a legjobban? Ez én nekem kellett, nekem tetted? Igen. Nem tér ki arra, a nemzetiségre. Igen, és hogy magyar, vagy külföldi. A Javier Bardem, imádom, az nagyon jól néz ki. Én őt mondom. Aha. És kis kopasz magyarok föl sem erülnek? Rudolf Péter, az bocsánat, egy csodálatos... Nem kellett volna, az ilyen ócska tréfákkal tönkretten egy minőségi este. Rudolf Péter, még tulajdonképpen őt kellett volna mondanom először. Ő bár magyar, de... Okay. Malacka fiú vagy lány? Mi? Malacka fiú vagy lány? Malacka? Jó kérdés. Fontos kérdés. Aztán. Nagyon fontos kérdés. Talán nem véletlen, hogy nem ugrik be elsőre. Hát figyelj, akkor... Olyan jellemből induljunk ki. Hú, de érdekes. A rajzból se derül ki, amennyire emlékszem. Nem, de viszont ha... Fölkavaró kérdés. Én kicsit inkább fiúnak gondolom, de lehet, hogy igazából... Lány. Még... De lehet... Malacka még nincs annyi pubertás. Ezt akartam mondani, hogy nem érte még el a nemi fejlődésnek azt a szakaszát, amikor ő maga döntött volna. És hogy mi felelőtlenül rátoljunk valami olyan, ilyen kamaszkorban valami, de majd ő eldönti. Ne akarjuk ezt megfejteni. Jó. Egyébként csodálatos kérdés. Ez nagyon tetszett. Igen. Na figyelj. Jó. Tomnak vagy Jerrynek szurkolsz? Hát persze, hogy Jerrynek. Hát persze. Hát világos. Hülye Tom. Képzeld, aki Tomnak drukkol. Azért az nyilván egy pszichológus, nem alapkérdés, nem? Tomna drukkolok le azzal az aranyos kisegérrel. Alálló kisegérrel. Csapták meg. Jó. Tengerpart vagy hegyek? Egyértelműen tengerpart. Ékszer vagy parfüm? Parfüm, de hogyha nagyon szép az... Hát alig tudok választani, de mégis parfüm. Hoppá. Gratulálunk, kiálltátok a Centrál, most kikérdeztek próbáját. Ez nem kérdés, már csak egyetlen kérdés maradt. Süti vagy virág? Süti. Nem. Várjál, még itt nekem van egy utolsó. Ja, várjál. Énekelnétek nekünk valamit közösen? Hazába, szájat átva, várjátja fogsorát. Nem félünk a farkastól. Ez az első közös dalunk, és ahogyha ezt így folytatjuk, így is maradunk. Első az utolsó.